Kuti László vagyok, szobrász, és tanítok a Pécsi Művészetibe, és nagy családommal élek itt a Tettyén. Mesterem Bencsik István volt, rajta kívül számos szobrász művésszel dolgoztam együtt, akik meghatározóak voltak szintén. Tulajdonképpen a Bencsik mesterrel foglalkoztam, vagy dolgoztam legtöbbet az életem során, amíg ez a tanulási időszak volt. De hát ez már nagyon régóta befejeződött. 97 óta tanítok a Pécsi Művészetibe, aminek többször voltam a tagozatvezetője is a képzőművészeti szakoknak. Az iskolánkban elég sok változás történt az alatt az időszak alatt, amíg először voltam igazgató helyettes, és amikor másodszor, akkor tulajdonképpen az is egy elég nehéz időszak volt. Szobrászszak megerősítése volt a kitűzött cél számomra. Szobrászati munkásságom az egy nagyon furcsán alakult. A Bencsik mester eléggé a kő felé orientált minket. Ez meghatározó volt az ő műhelyében közösen eltöltött időszak miatt, de aztán később, nappali tagozatos egyetemi tanulmányaim után egy nagyon sajátos intézménybe, a képzőművészeti mesteriskolába folytattam a tanulmányaimat, ahol ő volt szintén a mester, és ennek a Villányi Szoborparkban volt egy nagyon speciális része, ahol csak kőszobrászattal foglalkoztunk. Idővel persze, miután az ember a tanulmányait befejezi, és látja ennek az anyagnak a szépségét, nehézségét, és a természetes kíváncsiság is hajtja, tehát más anyagokkal is foglalkoztam, különböző ragasztókkal, jelenleg éppen viszonylag intenzív érdeklődésem van a beton szobrászat irányában. A szobrászaton belül rendkívül sokféle dolog érdekel. Azt nem mondanám, hogy van-e stílusom, olyan értelembe vett stílusom, amilyen értelembe konvencionálisan meg lehetne közelíteni. Viszont nagyon határozott érdeklődésem van a világnak azon része felé, ami tökéletlen. Tehát majdnem mindenki mindig a hibátlan követ keresi, a hibátlan tartalmat, de tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy tökéletes nincsen. Mivel hogy a világban nincsen tökéletes, ezért együtt kell élnünk a világ tökéletlenségével, és szobraimban egy idő után olyan jelek segítségével fogalmazom meg a tökéletlenséget, ami tulajdonképpen a tökéletlennek a szépségét mutatja meg. Itt a lépcsőfordulóban lehet látni egy szobrot, egy félkész szobrot egy női torzóról, amin hosszában van egy repedés. Ez a repedés ennek a kőnek a természetszerű része, ez egy tardosi mészkő. Ahogy ez az üledékes kő kialakult, többször is olyan földtörténeti korszakok jöttek létre, amikor egy ilyen agyagosabb tengerfenék alakult ki. Aztán utána újabb rétegek épültek rá, tulajdonképpen ez a rétegzettség ez mind a mai napig megvan ebbe a kőbe, és ezt az agyagréteget használom ki, mint érdekesség forrás. Nem tudhatjuk sose azt, hogy egy ilyen réteg szétjön, vagy nem jön szét, de az utóbbi évtizedekben tulajdonképpen ez a illesztés, tehát széttörjük és összerakjuk, vagy megkeressük a hibát és egymás mellett hagyjuk, vagy eltoljuk a felületet, vagy nem toljuk el a felületet az eredeti agyag, benne levő agyagréteg mentén. Ez számos különböző művészeti, plasztikai és filozófiai tartalmat képes hordozni. Tehát, hogyha ezeket a
rétegeket megfelelően rendezzük, akkor nagyon izgalmas plastikai élmény jön elő. Na most a betonnál szintén van egy olyan tényező, amivel egy ilyen természetes rétegnek a felülete, hogyha megvágjuk a felületét, egy metszetet készítünk róla, akkor ez vonalként jelenik meg. Ez a vonal pedig kicsit emlékeztet minket a orvosi műszereknek a grafikonjára, ami mondjuk a szívdobbanást, a lélegzést, a vérnyomást, a stb. Vagy egy hazugságvizsgálónak a rajzára, ami így felrajzolja a papírra azokat a történéseket. Tulajdonképpen ebben az esetben a gép egy üzenetet rajzol, és az az üzenet, amit a kő megmetszésekor létrejön, egy ilyen vonal kialakulásánál, az az üzenet, az ennek a szobornak a végtelenül egyedi azonosítója. Mert ugyanilyen görbe soha, sehol más kőben nem jön létre. Tehát képtelenség. Tehát hogyha 10-szer akarnám ugyanazt megcsinálni, nyilvánvalóan 10-szer sem lenne ugyanaz, de ezek a vonalak, mint aláírások jelentkeznek rajta. És mint történetek. Volt is egy olyan szobrom, aminél meghatározó volt az, hogy egy ilyen tekercsszerű szobor, aminél ez a felirat, ez a repedés tulajdonképpen mint egy felirat szerepel, de ez a fajta tökéletlensége a kőnek, visszautalva erre a torzóra, ez a torzó egy női torzó, tehát ez például egy szétszakított nőről is beszél, tehát hogy egy nő olyan helyzetbe kerül, hogy számos esetbe kerül szétszakadás közeli helyzetbe egy nő. Tehát nagyon sok olvasata van egy ilyen ábrának, ami a szobron megjelenik. Egy másik rész, ahol tulajdonképpen ezt a törést, ezt az agyagréteget, ezt el is mozdítom. Ez a művelet, ez azt hozza létre, hogy olyan, mintha egy hatalmas kenyér el lenne törve. Magyar nyelv is őriz egy ilyen szót, hogy kenyértörés, amit igazából valaminek a végét jelzi ez a dolog. Nagyon különös, hogy ezt 2016-ban csináltam. Az én életemben is számos esemény történt, de abban az évben halt meg a Bencsik mester. Ez volt az utolsó szobor, amit meg tudtam neki mutatni. Ő végül is kenyértörésre vitte a dolgot. Aztán van egy olyan szobrom is, ahol a természetes réteg egyik fele az meg van munkálva, a másik réteg pedig ugyanúgy eredeti felületébe van hagyva. És akkor tulajdonképpen ez a felső, mondjuk legyen a felső a megmunkált, ez a felső rész, ez nagyon izgalmasan és érdekesen és puhán találkozik ezzel a kemény rideg felülettel. Van egy szintén egy női testet megidéző metszetem, az is egy tulajdonképpen egy torzó, ahol egy mesztelenül egy sziklán hasaló nőt mutat. Tehát ennek a kőnek ez a fajta tökéletlensége végtelen sok üzenetet hordoz magába. Attól függ, hogy mit teszünk hozzá. Lehetnek olyan üzenetek, amelyek kicsit egyszerűbbek, mint például egy ilyen hasaló nő, de szépek, de lehetnek olyan üzenetek, amelyek lehet, hogy nem biztos, hogy annyira szépek, viszont nagyon sok olvasata van. Tehát, hogy egyik emberben, másik emberben más képződik erről a dologról. Na most ezek a rétegek egyébként létrehozhatók mesterséges beavatkozással is, amikor az ember közelébe egy egészséges kő kerül, de nagyon erős a vágy arra, hogy eltörje. És hogyha eltöröm, akkor az eltörés mellett ugyanígy vissza is helyezhető, hogyha beleaplikálom azt a formát az összeilleszkedéséhez, akkor tulajdonképpen nagyon puha találkozások jönnek létre, mint hogyha több kő lenne összerakva, de valójában ez egy kő volt. Remek játszótér a kő is, a beton is, és az egész szobrászat. Van néhány köztéri alkotásom is. Pécsett van a Várfalnál egy nagy kenyérszobor. Az volt talán a legkorábbi, amit készítettem, és ebben a városban van. Akkor van egy Föld megnyílása nevű projekt, ami a
2009-ben készült Európa Kulturális Fővárosa program keretében különböző köztereket újítottak fel, és én egy építészbarátom segítségével, vagy közös gondolkodásával ott kaptam egy felületet, ami tulajdonképpen a pécsi szénbányászatnak egy sajátos mementójaként emlékeztet a ma már nem működő szénbányászatra. És van egy 1956-os eseményekhez kapcsolódó emlékmű szobor itt fönn a tetjén, a Mecseki Láthatatlanok emlékműve. Ez egy olyan különítmény volt 1956 őszén, spontán alakult szabad csapatok. Nagyon sokáig jelentettek kellemetlenkedést a november 4-e után beözönlő szovjet harcosoknak és hadseregnek. És hát tulajdonképpen valamilyen fajta gerilla tevékenységgel próbálkoztak az orosz hadmozgásokat, vagy a szovjet hadmozgásokat megakadályozni, vagy bizonytalanná tenni. És egy hónapig tartott az ellenállásuk. Ez az emlékmű, ami készült tulajdonképpen, a szintén egy ilyen tardosi vöröskőből van, alul pedig egy gránit kúpra van helyezve ez a tardosi vörös kőkavics, amiben van egy elmozdulás, ami tulajdonképpen olyan, mintha egy olyan kavics elrepett volna, hogy egy lehelet finoman a felső része elcsúszna az alsóhoz képest. Tulajdonképpen nyilvánvalóan nem lehet egy kavicsot eltolni, hogyha eltört. Ha eltört, akkor között terés marad. Tehát ez egész egyszerűen ez is úgy lett kifaragva, hogy az alsó rész és a felső rész azt eredményezze, mintha ha egy elmozdulás jött volna létre. Ilyen módon próbáltam ezt a kis titokzatosságot, láthatatlanságot valamilyen módon belecsempészni, ami a Mecseki Láthatatlanokat is övezte. Semmiképp se akartam volna egy olyan géppuskával az erdőbe futó harcost csinálni, mint amit a közízlés oly sokszor megkíván Magyarországon. Én jobb szeretem a talányosabb szobrokat. Van még köztéri szobrom Fekeden, ott egy óriási nagy kavics, egy 2,5 méter hosszú és 150 centi magas, és legalább 150 centi a mélysége. Tulajdonképpen ez egy bizonyos tekintetben egy befejezetlen köztéri szobor. Az installációjával együtt lett volna értelmezhető, mert ez az elmozdulás, ami a kavics felső és az alsó fele között létrejön, ez a optimális pozícióba tulajdonképpen már egy melbimbóra és egy melre utalt volna. Sajnos a megvalósulás során mindig számtalan kompromisszumot kell kötni, aminél ebbe az esetben csak az eszenciája maradt meg ennek a szobornak. Van még egy köztéri szobrom Ausztriába, Bad Vöslauba, meg van egy köztéri méretű szobrom Lárba, de az magántulajdonban van. És van egy nagyméretű köztéri szobrom Zalaegerszegen, ahol egy 2 méter magas, asztallal együtt 2 méter magas kenyér van, mint egy oltáron. Az asztal az egy hatalmas oltár, kararai márvány, és az óriási nagy kenyér az pedig sütői mészkő. És a legfelső pontja 199 centi, tehát ha az ember közel megy, akkor látszik igazán, hogy ez milyen tekintélyes méretű. Ez a Gébárti Szoborparkban található Zalaegerszegen. Édesapám 1936-ban született, és az II. Világháború előtt kis cserkész lett. A cserkészek pedig az ő kis mikrovilágában az egyik legfontosabb tényező az, hogy hogyan tudunk együtt élni a természettel, aképpen, hogy minél kevésbé rondítsunk bele. Ő ezt a cserkészesküt, ezt annyira komolyan vette, hogy miután 1990-ben újra alakult a cserkészet, akkor ő jelentkezett, és ő lett a egyik nagy újjáalapító, és hát számos generációt növesztett fel 90 óta. Értelemszerűen mi már akkor nagyok voltunk, és mi sose voltunk cserkészek, legalábbis én nem. Nekem egyetlen egy gyermekem volt egy rövid ideig cserkész, de
környezettudatossága a cserkészetnek, az tulajdonképpen nagyon sajátos módon kisgyermekkorom óta az életünk része. Mindig bárhova mentünk táborozni, gyakorlatilag egyetlen egy szemetet sem hagytunk, és nem is hagyhattunk. Mások után is összeszedtük, mert bizony volt mit. Mohácson születtem, és a dunaparti vízi élet, illetve a folyami kenuzás az minden nyáron visszatérő élmény, amiben az én családomat is sikerült elég jól bevonnunk. Ezek az értékek a mi mozgásainkat is, természettel való együttélésünket is meghatározza táborozásaink során. Az én életemben ez viszont egyfajta takarékosságot is jelent. Végig megyünk ezen a kerten, akkor az, hogy én úgy döntöttem, hogy a köveket nem egy homokbányába fogják beömleszteni, hanem én amit lehet, azt megmentek belőle, és kőként él ilyen tovább az én területemen. Ez is egyfajta környezettudatosság, hiszen ezeket a köveket évszázadokon keresztül házakat alkottak, most kerteket alkotnak ezek a kövek, és ma is előfordul az, hogyha valami vihar és felhőszakadás kifordít valahonnan egy nagyobb követ, és az utcán ilyenkor a nagy vízfolyás miatt rengeteg kőtörmelék hömpölyög, amit lehoz a hegyről. A pofásabb köveket, azokat berakom az autóba és hazahozom. Nagyon fejlett komposztáló üzemünk van itt a kert szélébe, és hát amit lehet, a zöld hulladékot, ezt is abszolút úgy éljük meg, hogy amit lehet, azt újra felhasználunk. Az utolsó vagyok a mi családunkban, aki eldob valamit. Nem nagyon hiszek a fogyasztói társadalomba, bár kétségtelenül azt a viszonylagos egyensúlyt ezt teremtette meg, de valószínűleg okosabb fogyasztói társadalomra lenne szükségünk, és tartósabb dolgokra. Volt egy korszak a szobrászatomban, amikor ragasztott kövekből építettem. A ragasztott kövek alapanyagai más kollégám által szobrokból, leesett kövekből lettek kimentve, és ezekből építgettem. Tehát ami neki sit volt és hulladék, abból én azt újra felhasználtam, összeragasztottam, és ezáltal ennek a szemétnek, ennek a hibás dolognak vagy darabnak adtam értelmet. És ez tulajdonképpen valamilyen módon az előbb említett szobrászati világgal is korrelál, mert a legtöbb ember az eltört, megsérült, elhibázott követ azt szemétnek tekinti, és nem használja fel. Közben tulajdonképpen, ha belegondolunk, semmi sem szemét, csak újra kellene értelmezni, és meg kellene találni a helyét a világban. A klímaváltozás az egy nagyon aktuális kérdés, persze. Azt minden esetben láthatjuk, hogy az emberi tevékenység tényleg olyan mértékben használ fel évszázmilliók óta mélyebb rétegekben lévő kőolajszármazékokból eredő energiaforrást, aminek az elégetésével és a felhasználásával elképesztő mennyiségű szén kerül a levegőbe. Az minden esetre biztos, hogy az a fajta eszetlen kitermelés és energia felhasználás az rendkívül megbolygatta a szén mozgásának körét. Tehát nem 80-100 éves fákból nyerjük az energiát, hanem 300 millió éve elhunyt vagy elpusztult állatok leveiből. Ekkora ciklust, ekkora kört nem biztos, hogy okos dolog ilyen mértékbe bevonni a aktuális, tehát a mi történés rétegünkbe, mert mi most élünk, és mi tulajdonképpen a litoszféra felületén mászkálunk. Ugyanakkor a klímaváltozás maga pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy ha ekkora a felmelegedés, és jól látszik az, hogy a sarkokon milyen óriási jégtáblák, meg jéghegyek olvadnak le, illetve hogy milyen ütemben vékonyodik a jég az északi sarkon és a déli sarkon is. Az északi sarkon ez még nem biztos, hogy nagyon nagy változást okoz, viszont a déli sarkon
azért az, hogy 4 km jég helyett csak 3 km jég nyomja azt az ősmasszívumot, az előbb-utóbb ezt az egész kéregrendszert, a föld kéregrendszerét ez befolyásolni fogja. Ha józan paraszti ésszel megvizsgáljuk azt, amit a földről tudunk, akkor tulajdonképpen nagyjából egy tojáshéjnyi az a réteg, amin mi élünk, és a magma, meg a mozgásban levő rész, az pedig a köpeny, az gyakorlatilag a tojás belseje. Ez a tojáshéj már nagyon régen eltört, és ezek a mozgások, a kontinens mozgások, ezek ahogyan egymást alá gyűrik, pontosan tudjuk azt, hogy hol várható nagyjából több földrengés, tudjuk azt, hogy vannak törésvonalak, Szent András törésvonal, akkor a japán árok, a különböző ilyen mozgások a kőzetlemezek között. De ha megvizsgáljuk azt, hogy jelenleg mennyi vulkáni tevékenység hogyan felélénkült, a földrengés tevékenység is egy kicsit felélénkült, akkor nem tudok nem arra gondolni, hogy nem véletlenül azért van ez, mert ahogyan az antarktiszi ősmasszívumról olvad le a jég, ezért ez mint egy tutaj emelkedik föl. És ennek a fölemelkedése, ez nyilvánvalóan hat az összes kőzetlemezre, akikkel ő összeér. És ez áttételesen, folyamatosan mozgásban tartja, és újabb mozgásokat és elmozdulásokat eredményez a többi törésvonal mentén. Nem a sivatag szélén élünk, ahol tavaly még minden kivirágzott, idén meg már egy csepp eső sem esik, hanem egy olyan helyen lakunk, ahol csak azt veszük észre, hogy régen azért több volt a tél, több volt a hó. Persze Pécsett amúgy is hajlamos volt a növényzet egy kicsit ilyen mediterránabb karaktert felvenni. Fügefákra gondoltam, hogy egyre jobb termést hoznak, és ez a fügefa, ami nekünk van, ez már nem is ez a konvencionális zöld fügefa, hanem ez egy nagyon szép lila fügefa, amivel nagyon szép lila fügelekvárt lehet létrehozni. Én kedvelem még ezt a fajta mediterrán beszűrődést, ami területünkön kézzelfogható. Az biztos, hogy a klímaváltozás hosszú távon át fogja alakítani az életünket. Tehát nem azzal, hogy a baraszklekvár helyett fügelekvárt csinálunk, hanem azért azzal, hogy a gazdaságunk biztonsága, az életünk, szokásaink változnak meg, mert olyan szokások válnak elérhetetlenné, mint a például a síjelés. Eddig kukoricát lehetett termeszteni, most egyre kevésbé lehet majd, mert mindig elviszi az aszály. Szóval nyilvánvalóan ennek elsősorban a mezőgazdaságra van a hatása, de a mezőgazdaságon keresztül a mi életünkre is. Műtermet építek, úgyhogy van jövőképen. Az a célom, hogy minél jobban megvalósítsam mindazokat az elképzeléseket, amelyek a fejembe ömlesztve hömpölyögnek. Nagyon szeretném a következő években egy rendes, húzós kiállításba összegezni mindazt, amit az elmúlt 6-10-12 évben erről a tökéletes és a tökéletlen és a hiba és a hiány viszonyáról meg tudok mutatni. Én szerintem elég sok filozofikus és plasztikus problémát vetnek fel ezek a dolgok, amiket én gondolok, és hát szeretném ezt megvalósítani. Készül egy honlapom ismét, az Instán és a Facebookon láthatóak szobraim.